Április 4-én már a reggeli órákban felsorakoztak néphadseregünk vízszázadai a Hősök terén. Farkas Mihály elvtárs honvédelmi miniszter köszönti a felsorakozott csapatokat. Jó reggelt, bajtársak! Üdvözöllek benneteket hazánk felszabadulásának 5. évfordulóján! A díszszemlét tüzérségünk sortüze nyitja meg. Az április 4-i felvonulás nem csak harcos seregszemle, de számadás is. Számadás arról, hogy élni tudunk a szabadsággal, arról, hogy mit végeztünk 5 év alatt, arról, hogy szilárd az elhatározásunk az elért eredmények megvédésére és továbbfejlesztésére. A szabadságharc és a tanácsköztársaság sok csatát és győzelmet látott hadilobogóit viszik a menet élén. Ezen a helyen egykor csillogó kócsaktollak és díszmagyarok parádéztak. Ma néphadseregünk ifjú katonái menetelnek itt. A hadsereg tisztikarában a régi világ léhai és naplopó semmittevőinek helyét végérvényesen elfoglalták a munkások, parasztok fiai, a dolgozó nép igazi képviselői. 1848 és 1919 méltó utódokra talált ezekben a fiatalokban. Nemrég még a gyár a géptermeiben vagy a falun a termelés arcvonalán dolgoztak, de a párt hívószavára egyverre cserélték fel a munkaeszközt, egyenruhára a munkaruhát, hogy megőrizzék a Szovjetuniótól kapott szabadságot. A világ békefrontjának magyar arcvonala csak úgy válhat erős bástyává, a védelmezői fegyelmezett, öntudatos, a népért minden áldozatra kész harcosok lesznek. Ezek a katonák tudják ezt. Tanultak felszabadítunk a dicső szovjet hadsereg példájából. A harci tudomány elsajátításában, a mindennapos kiképzésben is lelkesíti őket Matrószov, Zója, a legendás ifjúgárda és a szovjet haza sok ezer névtelen hősének nagyszerű példája. Az idegen zsoldban álló magyar honvédségnek felszerelése mindig korszerűtlen volt. Ma a legkorszerűbb gépkocsik és páncélosok hernyótalpa alatt dübörög a föld. A főváros és az ország dolgozói megbizonyosodhattak arról, hogy nyugodtan folyhat a termelés, a tanulás, néphadseregünk vigyáz és őrt áll a békés építőmunka felett. A katonai felvonulás után kezdődött meg a dolgozók legjobbjainak, az ünneplő magyar népnek harcos seregszemléje. A Rákosi Mátyás vas és fémművek dolgozói a termelés emelése mellett most fegyelmezett, lelkes hangulatú felvonulásokkal bizonyították, méltók arra, hogy üzemük, dolgozónépünk nagy vezérének nevét viselje. Nyomukban a nagy üzemek, tömegszervezetek, asszonyok és ifjak csoportjainak végeláthatatlan sora. Soha még ilyen ünnepe nem volt a magyar népnek. A felvonult dolgozók külön megtiszteltetésnek tartják, hogy sok ezer társuk harcos üdvözletét ők tolmácsolhatják.
Az emelvényen Rákosi elvtárs és a kormány vezetői gyönyörködnek a vidám felvonulásban. Köztük vannak a külföldi vendégek, a Szovjetunió és a népi demokráciák küldöttei élükön Vorosilov, Szuszlov és Szviridov elvtársakkal. Vorosilov elvtársat jól ismeri a magyar nép. Még akkor szívébe zárta, mikor a felszabadulás után a legnehezebb időkben sietett segítségünkre. Most eljött újra, hogy elmondja, a Szovjetunió továbbra is nagy igyekezettel fogja segíteni a magyar nép boldogulását, előrehaladását. Úttörőink vidám énekszóval köszöntik nagy tanítójukat, Rákosi elvtársat. Tudják valamennyien, a gondtalan életet köszönhetik neki. Tudják, hogy a vörös nyakkendőt meg kell érdemelni, mert a vörös szín kötelez, és emlékeztet arra, hogy sok vér folyt szabadságunkért. Délfelé közeledik az idő, de Nagy Budapest dolgozóinak felvonulása még egyre tart. Örömtől, lelkesedéstől sugárzanak az arcok. Tisztesség és megbecsülés ezen a felvonuláson részt venni. A nemzet legnagyobb ünnepén részt vett sok ezer dolgozó, élmunkás és sztahanovista kemény elhatározással fogadja meg a termelés fokozásával, hatalmas eredmények elérésével az új munkaversenyben, bebizonyítja, hogy méltó az ajándékba kapott szabadságra, tud vele bánni és kész azt meg is véden. Vasöntő, maró, kőművesek, dolgozó parasztok és az értelmiség legjobbjai mutatták meg, felkészültek rá, hogy a párt zászlaja alatt új csatákra, új győzelmekre induljanak. Erről adott számot Nagy Budapest dolgozó népének felvonulása hazánk felszabadulásának 5. évfordulójának.